Üdvözöllek benneteket ismét, gyerekek, a matematika órán. A mai órán témája egyenletek szorzással és osztással. Nem túl régen, amikor elkezdődött ez a távoktatás, amikor még szernyelven néztük a műsorokat, akkor foglalkoztatok az összeadással és a kivonással történő egyenletek megoldásával. Időközben megtanultunk szorozni és osztani is, és ezért a mai napon ezzel a két művelettel oldjuk meg az egyenleteket. Tulajdonképpen harmadik osztályban is csináltuk már ezt, csak kisebb számokkal. Ismételjük át, hogy is történt ez. Ugye, ha két számot megszorzunk, akkor ezt a két számot én most betűvel jelöltem. Úgy nevezzük, hogy első, illetve második tényező. A kapott eredmény pedig, amit kapunk, a szorzat. Pirossal jelöltem az X-et, amiről tudjuk, hogy ezzel a betűvel jelöljük általában az ismeretlen számot. Lehet mással is, Y-nal és Z-vel is, de a leggyakrabban, ha valamilyen számot nem ismerünk, akkor erre az X betűt használjuk. Hogyan számoljuk ki az ismeretlen tényezőt? Emlékeztek rá? Tudod, 3×2, 6, és akkor hogy kapom meg a 2-t? Úgy, hogy elosztom a 6-ot a 3-mal. Hogy konkrét példát mondjak. Képlettel fölírva viszont az ismeretlen tényezőt úgy kapom meg, hogy az ismert szorzatot elosztom a másik ismert tényezővel. Érthetőbben szavakkal is leírva, megfogalmazva. Tehát ismeretlen tényezőt úgy számítunk ki, hogy a szorzatot, az eredményt, ugye, elosztjuk az ismert tényezővel. Nézzünk egy egyszerű kis feladatot. 65-ször x egyenlő 8844. Ez az egyenletünk, ez az, amit nektek feladatként föl szoktak adni. Következő lépés, hogy fölírjuk a módját annak, hogyan kell kiszámítani. Elmondtam az előtt, hogyan számítjuk ki az ismeretlen tényezőt, tehát az ismert megadott szorzatot elosztjuk azzal a tényezővel, amit ismerünk. Természetesen most egy írásbeli osztást kellene végeznünk, de mivel ez az óra nem 45 perces, sokkal rövidebb, ezért én nem kérem, hogy most vezessétek le az osztást, nem ez a mai óránk anyaga, hanem az, hogy megtanuljátok, hogyan kell megoldani ezeket az egyenleteket, amiben szorzás-osztás szerepel. Tehát a megoldás alatt azt értem, hogy hogyan tudom majd megoldani a feladatot, és ha ezt a műveletet elvégeztem, akkor megkapom az X-et, az eredményt, ami ebben az esetben nem más, mint az ismeretlen tényező. Minden esetben, amikor egyenletet oldunk meg, tanácsos leellenőrizni, hogy jól számoltunk-e. Ezt pedig oly módon tudjuk megtenni, hogy az eredeti egyenletet lemásoljuk ugyanabban a sorrendben, tehát 65-ször, de most már nem x-et írunk, hanem azt a számot, amit eredményül, megfejtésről kaptunk. Nem kell aláhúzni, én most csak azért húztam alá, hogy jobban szembetűnő legyen, hogy melyik az a szám, amit oda kell írni. A gyerekek hajlamosak rá, hogy ilyenkor hopp, gyorsan át is másolják ezt az eredményt,
ami nem biztos, hogy jó. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy soha ne másoljátok le ezt az eredményt gondolkodás nélkül, hanem valóban számoljátok ki, ellenőrizzétek le, hogy tényleg jó eredményt kaptatok-e. Hogy tudjátok leellenőrizni? Hát természetesen úgy, hogy ha ezt az eredményt kapjátok, ami eredetileg a szorzat volt, akkor abban az esetben biztosak lehettek benne, hogy jó számoltatok. Oldjunk meg egy újabb egyenletet, ezúttal ugye csak szóban. Nektek elég, ha csak a legelső sorokat leírjátok, most figyeljetek a magyarázatra, és utána odahaza ezek alapján próbáljátok meg majd egyedül is levezetni. X-szer 133 egyenlő 9044, ismét a tényezőnk az, ami ismeretlen, tehát ugyanúgy, mint az előtt, most is úgy kapjuk meg az eredményt, hogy az ismert szorzatot elosztjuk azzal a tényezővel, amit ismerünk. Tehát ebben az esetben a 9044-et kell elosztani 133 felé. Most nem fogjuk az írásbeli osztást végigvezetni, természetesen azzal számolunk. Megkapjuk, hogy az ismeretlen számnak, az x-nek az értéke 68, tehát 68-at kell beszorozni 133-mal ahhoz, hogy 9044 legyen a szorzatuk. Azért tanácsos ebben az esetben is leellenőrizni. Most az első helyen, az első tényező helyén van az x, az azt jelenti, hogy a 68-at most az első helyre másoljuk le, megszorozzuk 133-mal, nem csak átmásoljuk, hanem tényleg leellenőrizzük ezt a szorzatot, és amennyiben ugyanezt az eredményt kaptuk, akkor írjuk le. Ha a két eredmény, a két szorzat nem egyezik meg, akkor azt jelenti, hogy valahol tévedtünk, hibáztunk, újra kell számolni a feladatot. Nézzünk most egy kicsit szokatlanabb egyenletet. Csak első ránézésre tűnik nehéznek. Ugye itt most, úgy szokták mondani a gyerekek, hogy de hátul van az x. Igen, ugyanis a szorzat, a két szám szorzata most bal oldalon szerepel. De tudjuk azt, hogy azért egyenlet, azért van itt az egyenlőségjel, mert a bal oldal és a jobb oldal az teljesen egyenértékű kell, hogy legyen. Különben nem tehetnénk egyenlőségjelet. Az ilyen feladattól se kell megijedni, egyszerűen csak fordítsuk meg. Ha igaz, hogy 9500 egyenlő 50-szer x-el, akkor az is igaz, hogy az 50-szer x az egyenlő 9500-zal. És innentől kezdve, ugye, hogy már meg tudjuk oldani. Fölírjuk, hogy hogyan számítjuk ki az x-et, a 9500-at, az ismert szorzatot, elosztjuk 50-nel, vagyis az ismert tényezővel, és megkapjuk, hogy az ismeretlen szám, az x, ez esetben 190. Hogy jól számoltunk-e, azt a szokásos módon ellenőrizzük. 9500 az egyenlő 50-szer 190-nel. Ismét egy szöveges feladat. Peti gondolt egy számra, és megszorozta 116-tal, eredményül
357.280-at kapott. Melyik számra gondolt Peti? Egy kicsit kötve az előző óra anyagához, ugye a szövegből kell, hogy kihámozzuk a számunkra szükséges adatokat. Tudjuk azt, hogy Peti gondolt egy számot, de hogy melyiket nem, ezért X-el jelöljük. Tudjuk azt, hogy megszorozta 116-tal. Bocsánat, egy kicsit tévedtem. Azt hiszem, hogy ennél a feladatnál ugrunk egyet. És akkor megnézzük, hogy hogyan számoljuk ki az ismeretlen osztandót. Tehát az X az ismeretlen szám most az osztás első helyén szerepel, akkor osztandóról beszélünk, hogyan számoljuk ki. Az osztás ellentétes műveletével, a szorzással. Tehát az ismeretlen osztandót úgy számítjuk ki, hogy a hányadost megszorozzuk az osztóval. Csináljunk egy-két ilyen feladatot is. Melyik az a szám, amelyiket, ha 38 felé elosztom, akkor 27-et kapok eredményül. Akár így is föltehettem volna a kérdést. Hogyan kapom meg? Tehát az ismert hányadost megszorzom az osztóban. ×38 az 1026, és osztásnál ugyanúgy ellenőrzöm a feladataimat, megoldásaimat, mégpedig oly módon, hogy az X helyén kapott számot behelyettesítem az eredeti egyenletbe. És akkor azt mondjuk, hogy 1026-ban a 38, megvan 27-szer. Csak az első sort írjátok le. Ha a hányados 217, az osztó 27, számíts ki az ismeretlen osztandót. Hogyan írjuk föl? Az osztandó osztásnál mindig az első helyen szereplő szám, tehát ide írjuk az X-et. Tudjuk azt, hogy az osztó 27, tehát 27-tel kell osztani, és a hányadosunk 217 kell, hogy legyen. Hogyan számolunk? A hányadost, a 217-et megszorozzuk 27-tel, így eredményül 5859-et kapunk. Hogy meggyőződjünk róla, hogy valóban jól számoltunk, itt is ellenőrzünk. És megyünk. Ja, még itt szöveges feladatnál ne felejtsünk el válaszolni is. Tehát az osztandó ebben az esetben 5859. És végül nézzük, hogyan számoljuk ki az egyenletet akkor, hogyha az ismeretlen szám az osztó, amivel osztunk, ugye? Ebben az esetben marad az osztás, csak hogy az osztandót most a hányadossal kell elosztanunk.
Tehát az ismeretlen osztót úgy számítjuk ki, hogy az osztandót elosztjuk a hányadossal. Nézzünk erre is példát. Ti csak ezt írjátok le. 1248 osztva x-el az egyenlő 8. És hogyha megnézzük a fönti segítséget, akkor hogyan fogjuk megkapni az x-et? Természetesen osztással. Az 1248-at kell elosztanunk 8 felé. Na ez még nem is olyan nagyon nehéz, így van. Én most elosztom helyettetek. Az x egyenlő lesz 156-tal. Ha nem hiszitek, majd ti leellenőrzitek. Nézzünk még egy ilyen feladatot. A sípálya hossza 2565 méter. A pályára kapukat helyeztek el, mégpedig minden 27 méterbe, ugye 27, egymástól 27 méteres távolságra. Hány kaput helyeztek le összesen? Tudjuk azt, hogy a sípálya teljes hossza 2565 méter. Tudjuk azt is, hogy mekkora távolságra vannak a kapuk, de nem tudjuk, hogy hány ilyen kapura van szükség. Tehát az ismeretlen szám az valójában a kapuknak a száma. Írjuk fel az egyenletet. Ezt is írjátok. 2565 osztva x-el egyenlő 27. Ugyanúgy, ahogy az előbbi feladatnál, itt is marad az osztás. Az osztandót, ez esetben ugye a legnagyobb számot, a 2565-öt elosztjuk 27-tel, akkor megkapjuk, hogy a kapuk száma 95. Le is ellenőrizzük, és válaszolunk a szövegben feltett kérdésre, tehát hány kaput helyeztek le összesen? 27 kaput helyeztek le összesen. És a végére már egy kicsit nehezebb feladatot hagytam. Ez lesz az. Ja nem, ez nem is lesz nehéz. Hány darab 5 deciliteres üveget lehet megtölteni 1340 liter vízzel? Írjuk fel a feladatot, 1340-et elosszuk az x-el, akkor megkapjuk az 5-öt, és akkor most látom, hogy egy kicsit hibáztam, ide föl a feladatba decilitert kellett volna írni, tehát nem liter, hanem deciliter, akkor lesz helyes a feladat. Elosztjuk, 1340-ben az 5, megvan 268-szor. Leellenőrizzük, és végül válaszolunk. 268 darab üveget lehet megtölteni. A válasz, a feladat levezetése az jó. A liter elől a deciliter kimaradt, a D betű. Mi is emberek vagyunk, mi is tévedhetünk. És akkor most foglaljuk össze, hogy mit is tanultunk, mit is csináltunk a mai órán.
megtanultuk azt, hogy hogyan számítjuk ki az ismeretlen tényezőt, hogyan? Úgy, hogy a szózatot elosztjuk az ismert tényezővel. Az ismeretlen osztandót viszont úgy számítjuk ki, hogy a hányadost megszorozzuk az osztóval. És végül az ismeretlen osztót úgy számítjuk ki, hogy az osztandót elosszuk a hányadossal. A matematika óra ezzel véget ért. Én megköszönöm az egész heti türelmeteket, figyelmeteket, az esetleges kisebb-nagyobb akikért pedig elnézést kérek. Kívánok nektek nagyon-nagyon szép hétvégét és további eredményes tanulást. Szerbusztok!